Bősze Sándor díjjal jutalmazták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár igazgatóját. Kujbusné dr. Mecsei Éva az elismerést a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsától kapta, aki itt is van velünk a stúdióban. Kezdjük, csokolom. Jó napot kívánok. És hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen műsor. Gratulálok önnek is. Köszönöm. De nem ez az egyetlen egy díja. Mert hogy Magyar Tiszti Lovagkereszt, illetve Pauler Gyula díjat is kapott már korábban. Milyen érzések kavarognak ilyenkor önben? Nagyon jó érzések, olyan érzések, hogy végre a levéltárra is ráirányulhat egy kicsit a figyelem, hiszen a levéltár egy zárt intézmény volt nagyon sokáig, nem lehetett tudni, hogy ott történik valami, de mi a kollégákkal és dr. Nagy Ferenc igazgatóval még néhány évtizeddel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a levéltár ajtaját, és megmutatjuk, hogy mindazok az iratok, amelyek nálunk vannak, azok fontosak, azok a napjaink részei, és ezeket meg kell őrizni, mert nem csak levéltárban vannak értékes iratok, hanem még kint magánembereknél is, és ma, mikor költözünk, kisebb lesz a lakás, illetve már nem is ismerjük az elődeinket, akkor feleslegesnek tűnhet egy-egy irat, és mindenkit arra biztatunk, hogy hozza be, hiszen ha kárpótlást akarunk kérni, vagy családot kutatni, vagy településtörténetet kutatni, akkor abból tudunk, abból az iratból, ami a levéltárban van. Milyen iratokról van itt szó, akkor a magániratokról beszélünk? Ha már ezt felvetette, akkor erre kíváncsi vagyok. Nagyon sokféle irat lehet kint a magániratok között. Például volt nemesi családok komplex nemességi iratait kaptuk az utóbbi időben ajándékba, de vannak olyan végrendeletek, családfák, és bármilyen magánjellegű levelezés, aminek közérdekű tartalma is van, érdekes lehet a helytörténet számára. Említette, hogy kinyitották a megyei levéltárat több évtizeddel ezelőtt, ez akkor kuriózumnak számított? Országos szinten is? Igen, országos szinten is kuriózumnak számított, hiszen nem volt a közművelődési rendezvények még akkor a levéltárban, hanem az volt a cél, hogy az ott lévő iratokat, azokat rendezzék, őrizzék, és esetleg annak a néhány tudós tanárnak, aki helytörténetet kutatott, mondjuk annak a rendelkezésére bocsássák. Mi pedig igyekeztünk megmutatni, hogy az iskolai oktatásban fel lehet ezeket a forrásokat használni, illetve, hogy ezek alapján nagyon sok mindent el lehet mondani olyan nyelven, olyan előadásokkal, olyan előadókkal és olyan kiadványokban, amelyek érdeklik mindazokat, akik akarják tudni, hogy hol élnek. Ez akkor szakmai berkekben eléggé bátortettnek számíthatott. Igen, én úgy gondolom, hogy Nagy Ferenc igazgató úr akkor a bátorságdíjat megkaphatta volna ezért az ajtónyitásért, amit ő 25 évvel ezelőtt megtett. Hát ön azért publikációkat is készített, előadásokat is tart rendszeresen, szóval azért elmondhatjuk, hogy a szakmájában eléggé aktív, és hát folyamatosan kutat. Igen, a levéltár tudományos csoportja, néhányan vagyunk csupán, feladatunknak tekintjük, hogy a nálunk lévő iratokat, illetve mindazokat, amelyek más közgyűjteményekbe kerültek, hiszen a történelem a mi megyéinket egy picit szanaszét sodorta, és a határon túlra is sodorta, ott maradtak az iratok is, és ezeket az iratokat is szeretnénk feltárni, illetve fontosnak tartjuk, ha már Nyíregyházán élünk, akkor Nyíregyháza történetével is foglalkozzunk, és ezeket a kutatási eredményeket meg is ismertessük a felnőttekkel, és a gyerekekkel is. Éppen két hete volt levéltári piknik. Ez egy új sorozat, ez az országos levéltár és a Budapest főváros levéltárának kezdeményezésére jött létre Budapesten, ahol ötödikes budapesti osztályoknak szerveztünk olyan vetélkedőt, hogy megismerjék Nyíregyházát és megismerjék a levéltárat. Önnek melyik az a fő témakör, ami különösképpen kedves a szívének? Hát az én számomra a 19. század a legkedvesebb, azon belül Nyíregyháza és a megye mentalitás története, mert úgy gondolom, hogy a történelemben nem csak események és évszámok vannak, hanem ott áll a közepén az ember, és az embert kell megismernünk a maga valójában, mindennapi életével, öltözködésével, gondolkodásmódjával, kultúrájával, kultúráltságával együtt. Türelmes ember a levéltáros? Muszáj türelmesnek lenni, mert egy-egy történelem
az kis történetekből áll össze, a kis történetek pedig nagyon apró adatokból, ezeket az apró adatokat pedig egy-egy iratból lehet kivarázsolni, vagy kikukkantani, mert sok mindent leírnak, ugye régen nem ilyen lakonikusan fogalmaztak, mint most, hogy rátértek a témára, és röviden leírták, amit szerettek volna, hanem szép, hosszan, cifrakör mondatokban fogalmazzák meg, és ebből kell a levéltárosnak, a történésznek, a kutatónak meglátni, hogy mi az a fontos, és hogyan illeszkedik az majd be a nagy történetbe. Úgyhogy türelmesnek kell lenni, és nagyon érdeklődőnek is kell lenni. De gondolom azért az különösképpen jó érzés lehet már majd, hogy nem eufórikus, amikor mondjuk keres valamit, és azt meg is találja. Ó, valóban. Tehát az azért egy katarzis lehet. Igen, az eufórikus érzés. És amikor elkészül az ember egy-egy írással, akkor is, mert valahonnan, máshonnan mutatkozik meg a történelem, egészen más perspektívából fogja látni mindazt, amit korábban leírva olvasott. Most éppen van olyan tanulmány, amin dolgozik? Igen, most községtörténeteket készítünk, és ezeket a községtörténeteket én a 19. században vizsgálom és írom. Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. Köszönjük, hogy itt voltál.